Üdvözlet mindenkinek, szervusztok, én Rok vagyok, és életem első ilyen vlogolós videója, ilyen, hogy hívják, val? Rollerrel? Talán. Úgyhogy szépen megindulunk, azt mindig találunk majd valami kis témát. Nyilván idővel fejlődni fog ez a dolog. Legalább egy kicsit. Jó Istenem, így tudok, kis bakkánok vannak itt. Oké. Szó. Nagy első témánk akár. Lehetnének az e-rollerek is. Ugye nem olyan túl régóta e-rollerezem. Szélére, mert összeszerázza sok apró kavics hátsó telót. Az elsőt nem. Na de mindegy, szó. Lényeg a lényeg, hogy én nem olyan túl régóta e-rollerezem. És hát, hogy mondjam, egy kicsit mindig óckodtam tőle. Mert hogy gyerekkoromban se rollereztem, mert hogy a fasznak van bicikli. Tudjátok azt. Addig-addig, hogy azért elég nagy teret nyert ez a pálcika roller, úgymond. Ugye melóba járni. Például, és arra tökéletes a pálcika roller. Semmi másra se nem jó, úgy körülbelül szerintem. Tehát azzal hosszú túrát megtenni, ilyen 30 kilométerest, hát valami kínszenvedés. Bocsánat. Főleg úgy, hogy... hogy mondjam... hogy a legtöbb ilyen pálcika rolleren semmi lengés csillapítás nincs. És hát nekem is ugye az első roller, amit vettem, az egy Xiaomi volt. És hát igazándiból pihent egy darabig, aztán utána melóba járásra kezdtem el használni. Arra tök jó volt, de tényleg. Mentünk ugyan haverral néha túrázni, de ugye még nagyon hideg volt. Tehát az valamikor ilyen december környékén volt, akkor elkezdtem használni magát a Xiaomit, és kurva lassú volt igazából, tehát hogy az a 20 km per óra vagy 25, amivel tudott menni max, dombon lefelé kizsírozott szakadéknak, bazd meg. Hát mondom, az no kedvály. És... jaj. És hát nem voltam bele elégedett igazán, mert szétrázta a térdem, a derekam fájt, tényleg ilyen 15-18-20 kilométeres távon, és hát vettem rá első telót, hátsó telót. Meg kell mondanom, nyilván nem a legüber brutálabb minőségű teleszkópokat vettem rá, hanem hát ugye ilyen gagyi kínai AliExpress, talán az. És AliExpress-ről vettem, telót hozzá, felszereltem, nem volt semmi gondolat, tök egyszerűen föl lehetett szerelni.
nem volt semmi gond a menetekkel, az, hogy az első nyaknál ugye cserélni kellett magát ugye az egész felfutatást, vagy minek lehet azt mondani. Tehát nekem is semmi gondom az égött a világon nem volt vele. És beszereltem, sokat javult. Meg kell mondjam, teló nélkül eladni az itt a Xiaomi-kat, hát valami szó. De hát megveszik úgy is az emberek, de telóval sokkal komfortosabb lett maga az egész járgán. És úgy használtam egy jó darabig, egy-két hónapig, nem, egy hónapig, mikor már fölpimpeltem egy hónapig körülbelül, és hát ugye nekem az M360 volt, és mivel férfi ember vagyok, hát nem áll, nekem kell kijelző, meg mi fasz, tudjátok, és rendeltem hozzá azt is, ugye a sima M365 műszerfalát, igazán volt csak kihúzod a vezetékeket, a Pro-ét belerakod, és már meg is tulajdonképpen egy gyenge szoftver update-tel, aminek utána jártam, rengeteg videót néztem róla, stb. Hogy, hogy kell, tök egyszerű az egész szüttyenek, és hát kiütöttem belőle a sebességkorlátot, ugye, és elértem a fantasztikus 28 km/h sebességet vele. Egyébként azon a rollerem, hát valami szörnyű rossz az a, az a sebesség. Annyira pici a kormáknak, hogy rendesen halálfélelmen van 20 km/h, mert annyira instabil az egész. És hát borultam is vele, az egyetlen borulásom e-rollerrel eddig, azzal a járgánnyal volt, még pedig a fantasztikus első kerék meghajtásnak köszönhetően, ugye mentem normálisan az úton, majd jött egy gyalogos, azt hiszem, valamiért lementem a szélére, és téli idő volt, és hát tudjátok, van ez a medves ilyen falevelek, meg fű, meg mit tudom én, ami így az út szélén összegyűlik. Arra rámentem, elkapart, kirántotta az elejét alól, és úgy, olyat estem, ilyen körülbelül 10-15 km/h, hogy az ECG, ami a felső zsebembe volt, az szétverte a bordámat, konkrétan majdnem leszúrtam magam az ECG-vel. És hát hónapokig baromira fájt a bordám, hogy eltört, hogy elrepett a faszom, tudja, nem mentem el Tokihoz vele. Úgyhogy ezt nem tudom, és jaj, de jó szalom. Nem mentem el Dokihoz vele, fájt minden nyavaja, melózni kellett, úgyhogy mentem rendesen. Melóba továbbra vele, majd hát folyamatosan nézegettem az e-rollereket, tudom én, hogy jön benne valami olyan, ami, ami valami teleszkópos, vagy mit tudom én. Aztán néztem a review videókat, bemutató videókat róluk. Volt ott minden, G-Max, Kugó, és stb. Stb. Azt addig, hogy a jófogáson találtam egy srácot itt vidéken, aki azzal foglalkozott, hogy külföldön melózik, de amikor jött haza, akkor volt valami cimborája kint, aki ilyen, hát hogy mondjam, nem tudom mi úton, módon, igazán volt, szétkapták a rollereket. Tehát volt a váz, kivették a kerekeket belőle, kivették a vezérlőt, aksit,
És ezt így külön próbálták abszolválni, és igazándiból egy Kugó M4 Pro szerkezetű ilyen szétkapott járgányt vettem meg tőle, és azzal úgy vettem tőle, mármint hogy a vázat, aztán így a nagy limlom között kerestem két darab 600 wattos motort hozzá, ugye ami gyárilag egy van benne hátul, kettőt vettem hozzá. Elnézést, harmira ki vagyok száradó, és mit akarok mondani? Tehát ilyen dilip darabokból vezérőket vettem hozzá, meg ilyesmiket, minden ami kell, hogy összevérjem otthonra. Tudni kell, hogy én nagyon szeretek így grészni dolgokkal, hogyha van értelme, meg van hozzá kütyű. És hát elég jó fizetésem volt, meg ilyesmi, úgyhogy megvettem ilyen hát aránylag fotón pénzére ezeket a dolgokat, és szépen összeraktam, működőképesre, és nagyon sokáig azt használtam, tehát ilyen, hát nagyon sokáig, ilyen 3 hónapon keresztül, egész télen utána már abban mentem, majd tavasz környékén változott a téma, addig hát ugye néztem ilyen dolgokat, hogy hogy lehet pimpelni ezeket a rollereket, stb. És hát ugye AliExpress a kincses bánya. Én nagyon szeretek onnan vásárolni egyébként. Sőt, a Banggooddal sincs semmi gond. Hanem, hogy onnan vettem ponthegesztőt, rengeteg dolgot, ilyen mindenféle takarót, ami kell, tudjátok, a aksipakot, hogyha építesz, meg zsugorfóliát, és a többi, stb. Műszereket, mindenféle ilyen dolgokat, és azon gondolkodtam, hogy fölpimpelem egy kicsit a járgányt, ugye ezt az összetákolt rollert, egyébként van róla fönn videó, meg lehet nézni. Szerintem elég jól sikerült. Egy 21 vagy 22, 21 amperórás aksit építettem bele. Raktam bele, rendeltem hozzá AliExpress-ről ilyen angyalszárny hátsó lámpát, az kurva jó, az nem tetszett. Annak az volt a lényege, hogy az útra vetítette ilyen projektorosan, igazándiból egy ilyen sávokat, amivel tulajdonképpen jelezte, hogy elég jól láthatóan, hozzáteszem, hogy az a hátulja a történetnek. Vettem hozzá 2000 forintért 2 darab ilyen 10-10 ledes baromi fényes első lámpát, azt is fölraktam rá, akkor szüttyörögtem a kijelzővel, hogy jó legyen, meg mindenféle ilyen dolgok. És hát jó is lett, nagyon jól ment az a kis járgány. Viszont ugye én dual motorosra akartam megcsinálni, az volt a bibi, hogy az egyik vezérlőt, ugye amit vettem hozzá, gyári vezérlője egyébként annak a hóknak, 2 darabot, azt az egyiket leégettem, valami hülyeséget csináltam és leégettem, majd vettem hozzá AliExpressről ugye MOSFET-eket, és hát beforrasztottam minden fasza, ebenguba viszont nem megy, úgyhogy valamit ott belül is szétcsapott a történet, sajna. De hát ez ilyen, benne van a pekliba.
És hát nem bírtam már utána összehozni, hogy duvára összerakjam, pedig szépen be volt kábelezve minden. Tényleg csak annyi kellett volna, hogy a másik vezérlő jó legyen. Nem puha az alja? Aha. Csak hogy itt a végén. Hát, ja. Miért? Hát innen biztos nem, de amonnan lehet, hogy át tudné. Amonnan át tudna jönni erre felé, erről nem. Innen nem, mert meg kell kapni az elejét. Ott a szélén esett meg itt jobbról. Ott nincs olyan perem. Jaj. Hát ez igen. Jaj! További szép napot! Lehet, hogy majd csinálunk egy videót, ilyen átjövőse. Na, azt igazándiból ott tartottunk, ugye, hogy berakjuk ki szépen ilyen takarékos üzemmódba, aztán szépen megindulunk. Járja anya, hogy nem sikerült utána már ugyanolyan vezérlőt szereznem, így hát annyira nem voltam boldog, hanem jött a fizetés, vettem egy Kugó G2 booster, tudjátok, az a fekete villás történet a lányomnak, és hát egy darabig ez a két roller volt ugye nekem, és hát továbbra is bújtam ezeket a dolgokat, ugye az Isten, én nem bírtam a dual motort megcsinálni, viszont egy darab 600 wattos motor azért nem volt az a nagyon erős, tehát az városba eljártálsz, egy picit mész vele túrázgatni, és a többi, de így igazából ennyi a történet. Hát egy olyan, hát nem, már nem akarok hazudni, nem tudom, de annó mértük, hogy mennyit megy, mármint úgy, hogy távolságra az épített hók a 21 amperórás aksival, azt hiszem ilyen 50-60 km az fixen meg volt, de nem akarok hazudni, valahol fönn van a YouTube-on a videó, ha gondoljátok, tessétek meg aztán. Abba biztos kitaglalom. Bár volt olyan, hogy haverral voltunk, és mondta, hogy ne tedd már fő, benne vagyok, vagy mit tudom én. Azt videóztam, hogy 3 órán keresztül, hogy jó, de hoztunk, meg mit tudom én. Mondom, de fasza, volt annyi hülyeség, hogy simán elment volna egy ilyen kis videó. Na, de lassan meg kéne nézni, hogy mi a szélzaj, ami esetleg behallatszik. Azért megyünk ám ilyen lassan, azért nem megyünk 40-50-nel, mert ha gyorsabban megyek, akkor meg nagy a szélzaj, és az meg zavaró. És igazából nem az a lényege nekünk, hogy gyorsan menjünk. Ez is jó hely, itt is lehet bemutató videóhoz talán helyszín. És van valami tó, azt hiszem. Ja. Itt van jobbra mellettünk a tó. Thank you.
egy motorral is följön ez a szütyi. Mindjárt megnézzük két motorral. Megnézzük akkor, hogy mekkora a szélzaj, úgyhogy mindjárt jövök vissza.